Csomagyi Győző 127 festményét, Párkányi Rappéter 66 fotografikáját, valamint fény, tér és illat installációt vonultat fel a Döntés című kiállítás. A sötét térben berendezett kiállítás egy utazást szimbolizál a hősök dicsősége és a fenevad félhomályban felsejlő 66 képmása között. A inspiráció az egy erkölcsi morális kérdés, tehát egyén és közösségi szinten értékrend keresés, értékrendre válasz, mint kiállítás megfogalmazása. Szépség, jóság, igazság, szentség, vagy pedig a vétkek és bűnök kísértése közötti választás. Ez egy olyan alapvető kérdés, amelyre minden egyénnek, közösségnek, nemzetnek előbb vagy utóbb választ kell adni, és ez egy vízió formájában fogalmazódott meg, ami aztán a kurátori koncepció lett, amely egy sejtelmes, fekete, végtelen térben jeleníti meg a kettősséget, a fenevad szorítását és a hősök dicsőségét, a célként, a cél megjelölésével, mely egy középkori kápolnát idéz meg, az égi világ földi leképezését, vagy úgy is mondhatjuk, hogy amint fent, úgy lent. Akkor mi most a sötét és a világos között állunk? Ez a profán út, az ember útja a két hatás között, amely éri a élete folyamán. Itt láthatjuk az egyik hatást. Mi alapján esett a választás Somogyi Győzőre? Hát Somogyi Győző, azt gondolom, 20. század végig, 21. század elejének egyik legmeghatározóbb, hanem a legmeghatározóbb magyar festőművésze. És az életművében van egy nagyon fontos kép, sorozat, ikonosztáz, mert gyakorlatilag ez egy kép. Ez a 100 hős, amely Attillától Maléter Pálig sorakoztatja fel a hősöket, katona embereket, akik életükkel és vérükkel védték a hazát. Azt a hazát, amely, ha ők nincsenek, lehet, hogy már nem létezne. És azt a nemzetet, amely lehet, hogy már nem létezne, ha ők nem ilyen önfeláldozóak. Aztán pedig látható a sötét oldal is. Hát a sötét oldal az is egy magyaros motívumrendszert használ fel. Párkányi Rappéter szobrászművész és fotoművésznek az alkotása. És ugye a kísértés és a bűnök azok bennünk lakoznak. Éppen ezért, mivel hogy magyarok vagyunk, ez magyar formában jelenik meg. A usójárásnak a szimbolikáját, maszkjait jeleníti meg, amely sok ezer éve együtt él velünk. Mi volt az, ami az inspiráción túl, mondjuk az elrendezésben egy meghatározó utat szabott a kurátornak? Hát a központ az mindig fontos. A központban mindig a szentség van, ezért van egy középkor megítéző kápolna középen, és nekem, mint kálvinistának, ugye a szentségen belül is van egy pont, az úrasztala, amely a közepe a világ mindenségnek. Az a szent hely, amihez képest viszonyítjuk az életünket. Az a minta is ez egyben, amelyet minden ember épít magában, az a belső lajtorja, amelyet az ember élete folyamán predesztinálva van, hogy összekösse az eget és a földet, természetet és a teremtőt. Nos, hát akkor itt vagyunk a profán úton, ahogy már ezt az imént említettük, van egy profán út, és ezen a profán úton egy érdekes illat is érzékelhető. Ezt ugye a televízión keresztül nem lehet látni, de mi itt a helyszínen nagyon is jól érezzük. Ez micsoda ez az illat? Igen, hát a fenevad oldalán van a alvilágnak, vagy az ördögnek az illata, amelyben van egy kis puskapor, egy kis dohszag, a háborúnak a lövészároknak az illata, a hősök oldalán a nemes férfinak az illata, amelyet persze el kell jönni és meg kell illatolni, hogy lehessen tudni, hogy milyen hatással van a vizuális világ mellett. És bent a kápolnában pedig hát döntörét a töménhez hasonlatos illatok vannak, mint a szentségnek a megjelenítése.
Aztán, hogyha tovább sétálunk, akkor azért az is feltűnhet itt a szemlélődőknek, hogy itt ugye láthatóak a hősök, a példaképek itt, ezen az oldalon pedig, mintha eltűnt volna a fenevad. Hát a fenevadat taszítja a hősök ereje, rendezettsége és hite, és maga a szakralitás is, azok beszorulnak a sötét sarkokba, illetve aki kint marad, azon látszik, hogy erőteljesen roncsolt, tehát valahogy a fényt és a tömjént kevésbé kedvelik, és ahogy említettük, a profán úton az ember megérkezik aztán ide a kápolnához, ahol egy érdekes elrendezést figyelhetünk meg. Attila előtt van egy üres hely, aztán pedig Maléter után is van egy üres hely. Ez miért volt? Hát ugye Attilával kezdjük, mint egy másfél ezer évvel ezelőtt azokat a katonákat, akik védelmezték a magyar nemzetet, és Maléter Pállal fejezzük be 1956-tal, de hát előtte is voltak hőseink, és bizonyosan utána is lesz, még pár ezer esztendeik. Talán ez az egyik olyan pontja itt a kiállításnak, ahol igazán érzékelhető az, hogy a fényben állnak a hősök, és a hátunk mögött pedig látható az is, hogy megbúvik a fejhomályban a fenevad. Igen, hát valahogy a fenevad az elhúzódik a hősök erejétől, és a büszke kiállásától. Volt itt egy kollégina a kiállítás építése folyamán egy ifjú hölgy, aki nagyon keményen dolgozott, és egyszer így elmélázott a hősök előtt, és megkérdeztem tőle, persze nem azért, mert hogy nem haladt a munka, hogy mi az, amin gondolkodik, és ő azt mondta, hogy így nézegeti ezeket a férfiakat, ezek nagyon komoly és nagyon szép férfiak, olyan igazi férfiak. Javaslom, hogy lépjünk be, itt találkozunk a tömjénnel, és hogyha azt mondjuk, hogy a fenevad az a félhomályban settenkedve meghúzódik, a hősök a fényben dicsőn állnak, akkor a szentekből belülről világít a fény, belülről árad a fény az energia, itt ezt próbáltuk képileg megjeleníteni. Mintha itt lenne a legintenzívebb is az illat egyébként. Hát a szentségnek a kisugárzása az erőteljes. Ugye ezt ha akarjuk, ha nem, az hat. És hát a szentek is a sajátjaink. Ugye itt Árpád-házi szentek találhatóak, valamelyiken egy, valamelyiken több szent, ez 26 táblaképen egy ikonosztázban elrendezve található. És az ikonosztáz közepén a fő képen Jézus Krisztus látjuk, azt a Jézus Krisztus, aki a koronát adja, a magyar szent koronát a magyar népnek. Egy különleges technikát hívtak a segítségére ezeknek a táblaképeknek, erről mit tudhatunk? Igen, az nagyon fontos volt, hogy ez egy kortárs kiállítás, hogy a tradíció, a hagyomány mellett az innováció, az újszerű technikai megoldások jelen legyenek. Ilyenek azok az illatelemek, amiről korábban beszéltünk, illetve itt egy olyan fényérzékelős LED technológiát alkalmazunk, amíg eléggé újszerű, és ez a különböző fényhatásoknak megfelelően ad egy teljes komplex belső világítást. Mi történik akkor, hogyha itt elidőzünk, utána hogyan tudjuk folytatni az utat? Folytathatjuk az utat? Hát kifele találkozunk két táblával, az egyik a Árpádháznak a családfája, úgy itt három évszázadról beszélünk, és ez a család adta a legtöbb szentet a latin kereszténységben. Igen nemes és nagy hatású család volt, illetve a másik oldalán a kiállítótérnek, ott pedig azt az európai kisugárzását látjuk az Árpádháznak, ami által képet kapunk arra, hogy szinte minden európai uralkodó családban ott van a Árpádházi vér, a magyarok karaktere, jellege, személyisége. Rábízzuk a látogatóra a döntést? Én azt gondolom, hogy igen, ez egy olyan döntés, amit így is úgy is meg kell hozni. Ez egy alkalom arra, hogy valaki végig gondolja és válasszon. Kifele, ahogy haladunk, tesszük ezt a kérdést, tehát utalást teszünk rá, hogy ezt szükséges meghozni.
És hát heteken keresztül épült ez a különleges kiállítótér itt Székesfehérvár, ott a Csók István képtárban. Amikor annak idején megkereste önt a kiállítás kurátora ezzel az ötlettel, hogy egy kiállítást szeretne alapvetően az ön munkáiból, a Döntés címmel, akkor hogyan fogadta ezt a kezdeményezést? Örömmel, mert a saját munkáimat mindig szívesen látom, viszont főleg, hogy ezeket 10 meg 15 éve nem láttam így együtt. A másik, hogy eleve azért készültek ezek a sorozatok, hogy a magyar történelem elveszett kincseiből újra élesszem azokat a portrékat, amiket hát a háborúk során elvesztettünk, és úgy gondoltam, hogy ez legyen a magyar nemzet közkincse, ezért én jogdíjat nem kérek, hanem használják. Örülök, hogyha ezek tankönyvekbe, levelezőlapokon, illusztrációkban megjelennek, és kétszeresen örültem, hogy egy ilyen különleges műfajban is szolgálhatnak. Igen, hiszen a kiállításon a tradíció és az innováció együttesen van jelen. Itt azért volt egy kis fél szömbben, amíg nem látta, hogy ez hogy fog kinézni. Nagyon is. Ugye első az, hogy a kereteket nem lehetett belefoglalni, már pedig a képeket, mindegyiket egyedi festett keret vesz körül, amin vannak motivumok. De így is nagyon jó, és miután elámultam a hősöknek a csodálatos megvilágításán, utána, hogy ezt még lehet fokozni fényben és színhatásban, valójában ezek azok a színek, amikre a festő törekszik, és amelyeket a múzeumok soha nem tudnak bemutatni, mert ott nincs ilyen világítás. Itt hősök és szentek, mégpedig magyar hősök és magyar szentek. Úgy gondolom, hogy a magyar néző számára ez erőt ad, önbizalmat ad és megnyugvást. Bár biztos vagyok benne, hogy a szereplőknek az egynegyedét sem ismeri az átlag műveltségű ember. Nekem is hosszú évek, évtizedek kutatásába került, amíg föltártam ezeket a hősöket, amíg a hiteles portrét, a részlet adatokat megszereztem róluk, mert itt nagyon fontos, hogy minden gomb és minden kitüntetés és minden ékszer az valódi, hiteles, egykorú. Mennyi ideig készült ez? Pont tíz évig. Az elején nem gondoltam, hogy 100 lesz. Elkezdtem festeni néhány kedvencemet. Aztán hat történészek segítségével folytattam a kutatást, és a végén gondoltam, hogy a honfoglalás 1100. évfordulójára legyen 100. És így módon ez egy ikonosztáz. Nagyon örülök, hogy sikerült ilyen szorosan egymás mellé ikonosztázszerűen kiállítani a képeket. Hiszen az összhatásában is azért erősíti az embert. Igen, feltétlenül, és ezt még fokozza ez a belső kis kápolna. De hadd jegyek szót a zseniális ördögökről, tehát ezekről a busóképekről, amelyek szintén gyönyörűek. Na most az, hogy a rossz oldalt, az ellenséget is szépnek ábrázoljuk, ez egy középkori hagyomány, hiszen az ördögöket, vagy a kárhozott lelkeket ugyanolyan mívesen megfaragták a középkori templomokon, vagy ugyanazokkal a gyönyörű színekkel festették meg a festők a szentképeken, mint Szűz Máriát vagy Jézus Krisztust. Tehát a művészet nem térhet le a maga útjáról, vagyis a szépségnek az útjáról. Még akkor se, hogyha mindezzel döntést akar kicsikarni a nézőből. Ugye inkább a magyar hagyományból indulok ki, hogy a középkorban a magyarság a maga küldetését itt a Kárpát-medencében egy Istentől eredő szent feladatnak látta. Az összes király így látott hozzá az uralkodáshoz, és ez benne van ősi alkotmányunkban. A Krisztus által tartott könyvben az egyik oldalon, Lukács evangéliumából az a mondat szerepel rovásírással, hogy ne félj te kisded nyáj, atyátoknak úgy tetszett, hogy nektek adja az országot.
Ezt én a mi hazánkra vonatkoztattam, a Szent Koronát pedig nem véletlen, hogy Szent Koronának nevezzük, tehát nem egy hatalmi jelvénynek, hanem egy erekének tekinti ma is a magyarság és erőközpontnak. Nagyon érdekes a másik szöveg. Nem tudtam, hogy mit írjak oda, töprengtem ezen, amikor fölhívott telefonon egy ismeretlen ember, azt mondja, hogy maga nem ismer engem, én XY plébános vagyok, de én tudom, hogy maga mind gondolkozik, üsse fel a Jelenések könyvét, és ott talál egy szöveget, hogy akkor egy fehér lovas bukkant fel, kezében íj volt, koronát adtak neki, és ellovagolt, hogy győzelmet arasson. Ezt a magyarságra vonatkoztatják hagyományosan, és ezt a szöveget írtam ide. Ez, hogy ezt egy ismeretlen ember a távolból megérezte, hogy én mint töprengek, ezt csodának tekintem. Egyébként ezt a sorozatot több hasonló kisebb fajta csoda kísérte, és ez mindössze 5 évig tartott. Volt valami ihletettség bennem akkor, amit ma nem is tudok megmagyarázni. Néha úgy bámulok ezekre a képekre, mintha nem én festettem volna. Tehát valaki segített nekem kétségtelenül. 27 darabból áll ez a sorozat, ugye, ami itt bent látható. Igen, igen, de mivel itt például vagy 6-7 szent van, tehát 30 fölött van azoknak a száma, akiket az Árpád házból szenté vagy boldoggá avattak. Tehát, hogy egy családból ennyi szent, ilyen nincs több az egész keresztény világban. Tehát nem csak egy nagy uralkodóház volt, hanem egy szent társaság is. Egy-egy ilyen sorozatnál, amikor ezeket készíti, ahhoz mennyi kutató munka szükséges, hiszen azt az imént is mondta például ugye a 100 magyar hős esetében is, hogy törekedett a pontosságra, a történelmi hűségre. Mondjuk itt, az itt bent látható sorozatnál mennyi kutató munka volt? Hát nagyon sok, de hál' Istennek, mivel én nekem ez a szenvedélyem, főleg a viseletkutatás, és millió könyvem van, valamint tudom, hogy kit kell megkérdezni, hogyha megakadok valahol. Ezért ez a kutatás, ez egyrészt folyamatos, most is tovább kutatok, másrészt pedig nagy élvezet volt, nagy élvezet. Tehát itt katolikus ikonokat akartam alkotni. Benne van az is, hogy az egyház művészet az elmúlt századokban kicsit elment a gics irányába, és azt a csodálatos festészeti hagyományt, amelyet a középkor, vagy a reneszánsz, vagy a barokk felmutatott, azt szeretném újrahozni. Nem mondom azt, hogy ezek modern képek, de hogy ma készültek, az kétségtelen, és a 21. század levegője is rajtuk van. Különösen ilyen ledes megvilágításban. Különösen ebben a környezetben. Igen. Milyen technikával alkot dolgozik? Hát ez tojástempera, ami nagyon világos és élénk, de kell hozzá a világítás, a fény. Nagyon fényfüggő, tehát otthon a képeimet napközben nézem egészen más reggel, mint este vagy délután. Itt sikerült egy ideális világítást találni, ami először talán túl erősnek fog tűnni az átlag nézőnek, mert sem otthon, sem a múzeumban ilyen világítást nem kapnak a képek. De nem csalás, nem ámítás, ezek valóban ilyen színesek. Ilyenre álmodta meg a festő, az alkotó? Hát részben álmodtam, ilyenre festettem meg, mert nagyon vékonyan kell festeni, hófehér tükröződő alapra kell dolgozni, és tudni kell, hogy melyik színtájrétegben szabad, vagy kell föltenni ahhoz, hogy ez a színhatás és ez a fényeffektus létrejöjjön. Az imént említette, hogy ugye viseletkutatásra is foglalkozik. Az itt látható képek közül van olyan kedvenc alkotás, ahol mondjuk a legemlékezetesebb ilyen kutatásnak az eredménye látható, vagy kedvenc viselet? Hát nézze, mindegyik az, és el kell árulnom, hogy ebből a korai időszakból, hiszen itt 1000-től 1300-ig vagyunk,
nagyon kevés hiteles ábrázolás maradt fenn. Inkább párhuzamokat és érzeteket tudok felbonultatni, és bátran és szemtelenül használtam például a magyar népművészet motívumait. Itt van például Szent Erzsébet, aki Toroszkói ruhában jelenik meg, de én szerintem adja a 13. századot is. És nagyon sok arc, akinek az eredetijét nem találtam, azokat rokonok vagy számomra kedves személyek arcáról vettem. Még én is megjelennek a szentek közt akasztott emberként, mint Szent Kálmán. Látom először. Nagyon örülök annak, amit látok. Ezt, hogy hogyan fogadtam, ugye ennek több fázisa volt, mert amikor először erről hallottam, szerintem ez egy olyan fél évvel ezelőtt lehetett, Tóth Norbert kurátor kért fel engem arra, hogy tulajdonképp szálljak be, egészítsem ki Somogyi Győző képeit, aki egy nagyon tiszta képlettel dolgozik, illetve nagyon tiszta képletet hozott ide. Magyar hősök és szentek arcképeit mutatja be, ábrázolja. Tulajdonképp a pozitív hőseink kerültek itt kiállításra, bemutatásra, és a pozitív hősök, akik a fényt képviselik, ezzel szemben állnak az én munkáim, amik ide készültek, és erről szólt az irányomba a felkérés Tóth Norbert részéről, hogy a fénnyel szemben fogalmazza meg az árnyékot. Úgyhogy az árnyék itt Fenevadot képviselő, Fenevad 66 képe, arcképe, képmásra. De ez is a tradícióhoz, a magyar hagyományokhoz kötődik. Abszolút. Tulajdonképp, amikor ezt a felkérést megkaptam, vagy elfogadtam, akkor, hogy tényszerű legyek, mocorgott bennem a kis ördög, hogy ugye, hogy lehet megfogalmazni, hogy fogalmazzam meg a Fenevad képmását. És hát önképp a környezetünkből azért tudnék ide idézni olyan személyeket, akár a múltból, akár a jelenből, akiknek a képmásával olyan egyszerű, de mondjuk olcsó is lenne eljátszani. Minden esetre, tehát hogy ne legyen bántó ez a dolog, és hogy mindenképp a magyar kultúrához kapcsolódjon. Én a busókat választottam, a busó maszkokat, amikkel foglalkozni már egy olyan 2-3 éve elkezdtem. Tehát tulajdonképp nem a felkérés miatt, hanem már előtte lejárogattam Mohácsra, és készítettem felvételeket, képeket ezekről a maszkokról. Voltak jó pillanatok, voltak kevésbé jók. A jó pillanat az, amikor jó időt, tehát ilyen jó fényeket tudtam kifogni, mert ugye egy képnek, egy fotónak az alapfeltétele a jó fény, vagy a fény árnyék hatások. Úgyhogy körülbelül azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt voltam lent, úgyhogy egy nagyon kora napsütéses, úgymond tavaszi időjárást sikerült kifognom, és akkor több száz, hát lehet, hogy egy 300 jó képet sikerült csinálnom. És ezeket a képeket megcsináltam szépen, tehát ezek digitális fotók, ugye ott a helyszínen mondjuk egy közepes minőségű képet sikerült csinálnom, majd otthon a digitális fotótechnika segítségével ezeket olyan szépen feljavítottam, rendbe raktam, optimalizáltam, stb. Úgyhogy lett ebből, hát mondjuk úgy egy ilyen szép fotósorozat egy kellemes háttérre, és amikor ezt a felkérést megkaptam,
akkor kezdtem el ezeket a képeket tovább dolgozni, tovább rajzolni. Én itt jön, hogy rajzolni. Hát ugye, aki ismeri a digitális fotótechnikát, az tudja, hogy itt a képek pixelekből állnak. Most ezzel a pixellel gyakorlatilag nagyjából azt lehet művelni, vagy pixelekkel, amit mondjuk a ceruzával, vagy a festékkel. Tehát ha van egy alapkép, akkor abból bármit lehet csinálni. Tehát gyakorlatilag, ha egy fél arc van egy képen, akkor újra lehet rajzolni az arc másik felét. Tehát valami egészen fantasztikus és döbbenetes technikai lehetőségek vannak ebben a műfajban. Úgyhogy számomra ez egy ilyen tovább rajzolása volt a busó maszkoknak, amik hát egyébként ugye úgy gondolom, hogy bár itt a fenevadat ábrázolom és tükrözöm ezen keresztül, de mindannyiunk szívéhez úgy gondolom, vagy legalábbis valószínűleg mondhatom ezt, hogy nagyon közel állnak hozzánk ezek a maszkok, ami ma már hungarikum is, hogyha jól tudom. Ugyanúgy, ahogy az egész, tehát a kiállításnak a vonulata ezt a fény-árnyék játékot viszi végig, ugyanúgy ez lebontható a képeken belül is. Tehát ott is, ahogy előbb említettem a fotózást, hogy a fény-árnyék játék jelenik meg egy képen önmagán is, és emiatt valóban ilyen jó játékokat lehetett véghez vinni, hogy mi az, amit felerősítek a képen, mi az, amit inkább elhallgatok a sötéttel, a világossal, illetve ezeket a kezdetben szép képeket, aztán én elkezdtem felbontani, roncsolni, tehát különböző rétegeken mindenféle effekteket, hatásokat raktam rá, hogy ezek az arcok, ezek a maszkok, ezek a tekintetek bemozduljanak, torzuljanak, némelyik ránk nézne, némelyik éppen ellenkezőleg, hogy ne találjuk meg ezeknek a tekintetét. Úgyhogy ha azt mondják, hogy ezek a csúnya képek szép képek, akkor nekem ez egy nagy dicséret, mert tulajdonképpen valahol mindig ezt keresjük a szakmánkon belül. Itt találkoztam most én is valóban ezekkel az illatokkal. Nekem nagyon tetszett, tehát meglepett, hogy mennyire jól működnek. Különösen a templom belső terébe belépve éreztem azt, amit mondjuk egy ilyen szakrális hely látogatásakor valóban úgy érzek, vagy megérint. Úgyhogy egy jó játék, egy jó ötlet.